iskolánk, a Laponyiak Öröksége lényegében 75 éve működik, jövőre lesz 75 éves az iskola. 3/4 százada kimondottan mezőgazdasági képzésekkel várjuk a diákokat. A képzéseink között egy élelmiszeripari ágazati képzés is van, ez a kistermelői élelmiszer előállító, de az összes többi az a mezőgazdasághoz kapcsolódik. A legnépszerűbb képzés az a gépész képzésünk. A gépészeket várjuk technikusi osztályba is, illetve szakképzőiskolai 3 éves osztályba is, illetve kertésztechnikusokat és kertészeket is várunk. A technikusi képzés azt jelenti, hogy 5 éves képzés, és az 5. év végén érettségivel és szakmunkás bizonyítvánnyal távoznak a gyerekek. A szakképzőiskolai képzés 3 éves, és ott szakmunkás bizonyítványt kapnak a tanulók. A mezőgazdasági gépészképzésnek része a traktoros jogosítvány megszerzése, ennélkül nem lehet szakmunkás bizonyítványt kapni, tehát a gyerekeknek kötelező megszerezni a traktoros jogosítványt, ez az iskola feltételeket biztosítja. Iskolánk rendelkezik mindegyik szakmához saját gyakorlóhelyjel, tehát a gyerekek itt nálunk tudják elsajátítani a szakmának a fortéjait. A gépészek részére kinn a gépudvara az erőgépekkel, munkagépekkel, illetve 130 hektár szántóföld áll rendelkezésre. A kistermelői élelmiszer előállítóknak a tankkonyhán 2 külön helyiséggel, hogy párhuzamos gyakorlatokat is tudjunk folytatni, illetve a kertészeknek a 4,5 hektáros kertészet biztosít gyakorló terepet. Hát a jelentkezés a szokásos módon fog történni. A gyerekek a 8. osztályos tanítók, osztályfőnökök segítségével kell, hogy kitöltsék majd a jelentkezési lapokat. A képzésnek az első évében mindegyik szakmánál úgynevezett ágazati alapvizsgát kell tenni. A képzés első évében mindenki ösztöndíjat kap, és hogyha megvan az ágazati alapvizsga, akkor utána szerződést lehet kötni vagy külső céggel, vagy az iskolával, és akkor már a minimálbér 50-60%-ának megfelelő összeget is kaphatnak juttatást a diákok. Az iskola kollégiummal rendelkezik, várjuk a távolabbról érkező gyerekeket is, 110 férőhelyes, 2 éve szépen felújított kollégiumunk van, új szigeteléssel, műanyagnyílászárókkal, vizes blokkokkal a szobába, 3-4 ágyas szobákba helyezzük el a gyerekeket, tehát várjuk azokat is, akik távolabb laknak tőlünk. Az ország egyik legszebb helyen lévő középiskolája, csodálatos környezetbe, szép, nyugodt, biztonságos környezetet biztosítunk a tanulóink számára a tanuláshoz. Ezt én úgy gondolom, hogy érdemes kihasználni, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki a vidéki élet iránt érdeklődik és kedveli a mezőgazdaságot. Még egy nyílt napot tervezünk, amennyiben a helyzet megengedi. November 6-án még szeretettel várjuk azokat, akik nem jutottak el hozzánk az első nyílt napunkra.